Hello mindenkinek, én Sallai vagyok, és a mai videóban pizzázni fogunk, de nem is akármilyen pizzát. Idén áprilisban nyitott a Calvin téren, azaz egy utcával beljebb, a Magyar utcában a Pizza for You, és az ő pizzáit fogjuk megkóstolni. Nápolyból szeretettel, ez áll a dobozán, viszont nem nápolyi stílusú pizzát fogunk kóstolni Nápolyból, hanem római stílusút. Én még soha életemben nem kóstoltam ezt a római stílusú pizzát, amit így kockára vágnak, viszont a helyszínről. Én már jártam itt ezelőtt, Magyar utca 52, régen, ha valaki arra járt, akkor a Buddy's Burger volt ezen a helyen. Szóval most személyesen mentem el oda, nem rendeltem, de egyébként lehet házhoz is rendelni ezeket a pizzákat. A római stílusú pizzának az az előnye a nápolyival szemben, hogy ezt, hogyha utólag újra melegíted, akkor ugyanúgy tök jó minőségű pizzát kapsz. Ami miatt még úgy gondoltam, hogy hasznos lehet őket bemutatni, az az egyedi kreálmány, amit pizza mélnek neveztek el. Ez egy ilyen kis töltött batyú. Mondhatni calzone, de nem az. Mert hát nem tudom, római típusú pizzából calzone-t még nem láttam, de lehet, hogy ez csak az én szegénységi bizonyítványomra val. Előttem van egy ilyen olasz szalámis, paradicsomos, mozzarellás, parmezános pizza, illetve, ami még nekem különleges volt, ez a krumplis, olasz tarált kolbászos, szintén mozzarellás, parmezános sztori, ami tejszín az alapja, nem pedig paradicsom szósz. És a pizza mélem pedig ragù napolitane a neve, ugyanazt a olasz kolbászt tartalmazza megtöltve, mint az, ez a krumplis, illetve ebben még van paradicsom, sajt, hagyma, illetve oliva olaj. Icipicit csalódtam, mert a nagy clickbait, amivel engem jól berángattak oda, az nem más, mint a pörköltös pizza mél. És sajnos pont ez az egy nem volt jelenleg, szóval lehet, hogy még holnap újra próbálkozok, mert nem tudni, hogy mikor lesz legközelebb, de állítólag amúgy, hogyha holnap jövök, akkor tudnának csinálni, de most már így egészen délután érkeztem. Nem tudom, ha holnap lesz, akkor kipróbálom, ha nem, akkor így jártam. Ez a pizzamél 950 forint, ezek a szeletek pedig 650 forintok. Nézzünk méreteket! Szóval egy 14 centiszer 12 centis tömb pizzát kapunk, körülbelül plusz-minusz 1 centi, ezért a pénzért. Nyilván a pizzami és hasonló helyeknél, ahol pizza szeletet lehet kapni, és ilyen olasz típusú, ott is ilyen árakon mozog, sőt azt hiszem a pizzami most emelzom még több. Na, és ne is húzzuk tovább a szót. Először kóstoljuk meg ezt a csípős olasz szalámis pizzát. Ez a mozzarella sajt rajta, az valami isteni. De lehet, hogy a parmezánt érzem, nem tudom. Sajtok harcolnak a számba, hogy melyiket érezzem ki. Még az olasz szalámig el se jutottam. Nagyon jó a tésztája is. Már nem forró, de még mindig nem olyan rágós, mint a nápolyi pizzák, amikor kihűlnek. Nagyon tetszik. Nézzük ezt a krumplis tejszínes, mozzarellás, kolbászos sztorit. Még krumplis pizzát nem ettem, ahogy krumpli a feltét. Ez nekem eddig kimaradt. Még szokatlan, harapnom kell egyet, hogy már bizonyosodjak róla, hogy mi a fene. Végül is teljesen jól működik. Még valami tojást hiányolok a tetejéről, hogy egy ilyen rakott krumplis római pizzát kapjunk. Érdekes gondolat. Jó rajta ez a kolbászmorzsa. Sajt is tök jó. Imádom. Pizza mél. Eljött az idő, hogy megkóstoljam a terméket, amely bevonzott engem ebbe a üzletbe. Nagyon jó a töltelése. Ez a kolbász, lehet, hogy amúgy nem pont ugyanez van rajta, vagy benne, de nagyon jól megy a paradicsomos cuccal, ami ebben van. A sajt. Teli van a boríték anyaggal, ez konkrétan másfajta hús. Valamiért kívülről úgy tűnt, hogy az alján vastag a tészta, és akkor a tetején is gondoltam, hogy vastag a tészta, és akkor lesz benne töltelék, de nem. Ez egy vékony tésztás sztori, és teli van pakolva hússal. Na, így már megértem a 950 forintos árat. Ez egy masszív húsboríték. Viszont így, hogy az ennyire jó, most még jobban sajnálom azt, hogy nem volt
pörkölt verzióban. Kérem a pörköltös pizzamélemet. Holnap jelentkezem, hát ha lett újra pörkölt pizzamél. Vagy valami különlegességet találok még. Újabb nap, újabb evés. Ismét a For You-ban jártam. Bevásároltam a maradék dolgokból. Van egy rossz hírem. Pörkölt pizzamélet még mindig nem lehet kapni. Pedig már most benn volt az egyik olasz tulaj is, és ő is mondta, hogy nincs. Szóval nem tudom. Nem tudom, mikor lesz, de akkor hát kóstoljuk meg az összes maradék dolgukat. Azon, hogy megint el fogok hízni. De ezt értetek csinálom, hogy tanulj lehessetek annak, hogy milyen királyhelyek vannak Budapesten, és nyílnak mostanában is. Rájöttem, hogy tegnap nagyon butaságot mondtam, ugyanis az a 470, illetve 650 forintos római pizzaszelet ára az egészen jó ár. Ránéztem a római pizzaszelet árakra, és a legtöbb helyen egy ezresért adják. Ezek jó áron vannak? Konkrétan. Igaz, a pizzamélnél már be is bizonyosodott számomra is, hogy ez nagyon jó. Egy 950-ért ez nagyon fullos. Package. Na, folytassuk is a pizzaméleskedésünket. Itt van a vegána pizzamél. Kipottyant bele egy padlizsán. Tartalmaz padlizsánt, cukkinit, piros paprikát, olívóolajat, hagymát és paradicsomos majonézt. Nézzük. A római pizzatészta még mindig nagyon finom és roppanós. A cukkini benne tök jó. Egyedül ezt a paradicsomos majonézt nem érzem még benne egy külön. De ez csak félreértettem valamit. Sült zöldségek a római pizzába. Most a tegnapi nekem sokkal jobban bejön. Lehet, hogy csak az emlékek megszépítik a múltat. Nézzük meg ezt a másik parmezsána, vagy valami hasonló nevűt, amiben található szintén padlizsán, passzírozott paradicsom, bazsalikom, olívaolaj, mozzarella sajt, hogy itt látszik, rá van sülve a parmezán sajt. Illatra ez azért a paradicsom szósz miatt sokkal pizzásabb illatú és jellegű is. Ez a passzírozott paradicsom, amit használnak, nagyon jó. Szoktam látni embereket, akik a nápolyi pizzáknál beszólogatnak, hogy jaj, oda van égve, mert ugye kemencébe készül, és vannak rajta ezek a fekete foltok, meg az alja szokott néha azért elég szenés is lenni. Ez tökéletesen van átsülve, sehol egy nagyon odaégett folt, nagyon kellemes lukacsos a tészta. Ömlik ki belőle a cucc. Igen, ez egy szinten van azzal a húsos, ragus történettel, amit tegnap ettem. Sajnos ez a vegán, ez kicsit nem az én ízvilágom. Na, pörköltet akarok, nagyon jó lenne. Na, és akkor mit található még itt a kis tálcámon? Van itt egy desszert, de azt majd a legvégére hagyom. Van itt három ilyen kis olajban kisütött bizgentyű. Ez a kettő kis négyzet, a frittatine di pasta, amelyek főtt sonkát, borsót, sajtot és besamelt és olívóolajat tartalmaznak. Illetve van valami bucatini. Nem tudom, mi az a bucatini. A bucatini az egy tésztaféle. Szóval van benne tészta? Illetve van még itt ez a croquet, ami ilyen kroket-szerű, burgonyát tartalmaz, főtt sonkát, mozzarella sajtot, parmezán sajtot, só, bors és zsemlemorzsa. Amúgy nyilván ennél is van a zsemlemorzsa, mert hát abban van kisütve. Kettőt adtak 400 forintért, ebből pedig egyet adtak 400 forintért. Nézzük. Baszki, tényleg, ez egy borsós, sajtos tészta besamellel, és ki van rántva. Azt hittem ezért Olaszországig kell menni, de most már itthon is kapható kirántott tészta. Nagyon jó. Nézzük ezt a krokettet. Ebben bor van? Van valami ilyen boros beütése, krumplis krokett lenne, de... Mi a franc van ebben? Mármint az előbb felolvastam, de ennek jó fura íze van. Várj, itt látom a sonkát. Nem a sonka volt. Nem tudom feldolgozni, hogy milyen ízt érzek. Jó fura. Ez a töltött tészta, ez nagyobb durranás. Ez sokkal jobb. Nem tudom, mi lehet. De most már illatban is érzem ezt az ízt. Mármint, hogy illatban érzem ugyanazt, mint amit ízben éreztem. Van egy ilyen boros beütés. Fogalmam sincs. Érdekes. És akkor itt van a dolce 500 forintért.
ez egy ilyen kis cukrozott párnácska, ami le van öntve Nutellával. Ez keményebb nudli. A római pizzának a tésztáját kisütötték kis golyócskákként és becukrozták. Valami ilyesmit érzek én. Nincs ilyen magyar étel, amihez hasonlítana. Finom, finom. Na és hát ennyi is volt a Pizza for You. Szinte végkóstoltam mindent. Jó, a római pizzákból nem mindent, és egy pizzaméllel tartoznak. A pörköltes. Ő még várat magára. Én nagyon elégedett vagyok ezzel a helyen. Jó árérték arányban. Szerintem egészen jó helyen is van. Most gondoltam bele egyébként, mikor ma mentem, hogy a Kálvin téren amúgy nincs is semmilyen pizzaszeretező vagy ilyesmi. Ők sem mondjuk ilyen szokványosak, de hogy jó helyre nyitottak szerintem. Jó, nem annyira a Kálvin tér, tehát egy belső utca, szóval biztos kevesebben fogják megtalálni, viszont finomak a pizzáik, meg a hasonló dolgaik, és a környéken, hát nem is tudom, legközelebb az Asztúrián van pizzaszeretező. Szóval igazából végül is egy megállónyira, de ugye Pesten szokás, hogy minden megállóba kell egy Meki, meg egy pizzázó, meg egy nem tudom mi, szóval Kálvin téren még nem volt. Nagyon jó helyen vannak. Na, köszönjük, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Ha érdekelnek hasonló videók, akkor iratkozzatok fel, illetve van leírásban egy Instagram link, illetve egy TikTok link. Kövessetek be, ha mertek! Illetve a TikTokra szoktam gyártani mostanában ilyen saját gyártású videókat, amik csak ott jelennek meg, mert összesen egy percet érnek azok a helyek, amikbe bemegyek. Szóval, ja, most már TikTokon érdemes jobban engem követni, figyelni. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok! Ja, és nézzétek meg a Pizza for You-t, ha tetszett. Ja, de már nem néztek úgyse. Na mindegy. Sorry, én mindent megtettem, Pizza for You. Annyi cucc van ebben, hogy nem tudom lezárni.